A mérkőzés elején huszáros rohammal 12 pontos előnyt szerzett a Berényi kosárlabda csapat a Deac ellen. Ám főleg a triplák sikeres értékesítésével beérték őket a vendégek. Sőt, a kis szünetben már ők vezettek egy találattal. A második negyedben még nagyobb lendülettel robogtak a debreceniek, és 15 egységgel ugrottak meg. Mintegy 4 perc elteltével aztán Lucsics megtörte a Berényi kosárcsendet, és beindult a gépezet. Így a negyedórás szünetben már a mieink vezettek 52-50 arányban. A második játékrész elején állandósult a 10 pontos Berényi előny, de a Civis város kosarasainak mégis sikerült 4 pontnyi távolságra zárkózniuk. Ám szerencsére még időben váltottak ritmust Nikola Lazics fiai, és óriási lelkesedéssel, és nem mellesleg remek dobásokkal végül is megnyerték a nagyrangadót a Debrecen ellen, 98-94 arányban. Az 5. győzelem megszerzése után másnap szombaton jókedvűen érkeztek a játékosok a Bajcsy-Zsilinszky úti iskolába, ahol a kosársuli, azaz az utánpótlás játékosai vártak rájuk. A közös játékon kívül a TAOS pályázat keretében elkészült sportparketta felavatása volt a céljuk. A JKS-e utánpótlása nagyon sokat dolgozik ebben a Bajcsy, illetve Apony iskola, illetve a Rákóczi termekben, és már régóta terveztük, hogy a várossal közösen összefogva, illetve mivel TAOS pályázatról van szó a vállalkozókkal is, hogy ezt idén mindenképpen valósítsuk meg, és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a karácsonyi szünetben ezt sikerült összehozni. Az eseményt megtekintette a város polgármestere is, aki példaértékűnek ítélte meg az összefogást a kosarasokkal és a vállalkozókkal. Amikor mi partnerként ebbe az egész programba évek óta bekapcsolódtunk és jelen vagyunk, annak alapvetően elsődleges célja pontosan ez a oktatás, közoktatás, az iskolai, a mindennapos testnevelés oldaláról, a diáksport, az utánpótlás nevelés, az egészséges életmód kapcsán az érdekünk és az érdekeink, és nyilván ez találkozik a kosárlabda sport, akár a profi, vagy a szintén tömegsport jellegű részének az érdekével. Szerintem ez a legjobb konstelláció, amikor az érdekek így együtt vannak és találkoznak, ebből lesz a legtöbb eredmény. Közben a küzdőtéren remek hangulat alakult ki, köszönhetően annak, hogy a rendezők nagyszerű programot állítottak össze. Zsákoló és dobóversenyek ragadtatták tapsra az érdeklődőket, sőt, különleges kosármeccsek emelték a kosaras nap családias hangulatát. A kosársuli és a JKS-e TAOS beruházásai továbbra is folytatódnak. A Bajcsinál maradunk, szeretnénk a világításhoz is hozzányúlni, illetve az öltözők állapota is már azért nagyon leharcolt, úgyhogy ezeket a következő 1-2 hónapban szeretnénk megvalósítani, folytatni, de hozzányúlunk a Bercsényihez is, ott is a világítás tetőszerkezet, tehát a beázik sajnos, illetve a kosárligeten is dolgozzunk, ahogy kitavaszodik, az is megvalósulhasson, tehát kültéri kosárpályákon is dolgozunk. A meglévő sportlétesítmények korszerűsítése mellett hozzákezdenek majd a multifunkcionális csarnok megépítéséhez is, ahol nem csak hazai, hanem akár nemzetközi mérkőzéseket is láthatunk majd.